Sziasztok, én Ricsi vagyok. Én pedig Zoli. És ez itt a Mondj Igent a fotósra. A mai egy különleges esküvő, persze mindegyik különleges, de a mai az azért különleges, mert nekem ez a 200. esküvőm, amin fényképészként, fotósként vagyok jelen. Itt vagyunk Igalon, a BV üdülőben, ahol ilyen klassz medence van, amit most épp átakartak itt mögöttünk, de van medence egyébként, meg van szauna, meg minden, úgyhogy gondoltuk, hogy itt mondjuk fel ezt az intrót. Hamarosan megérkezik a pár is, Viki és Dani. Gyertek velünk! Most történik az, amikor megpróbáljuk lefotózni a ruhát, és ezt a megfelelő helyszínt előkészíteni. Mondjuk ez egy ilyen nehéz dolog. Túl vagyunk a készülődés fotózásán, és most az első pillantás következik. Dajnak az volt a kérése, hogy a medencénél csináljuk a first look-ot, és most azért elhúzzák a kedvünkért ezt a medencetakarót. Elkészítettük a készülődős fotókat, meg a first look is megvolt, és most megyünk a templomba. Viki és Zsani házasodnak, mi meg majd lefényképezzük jól. Egymásra néztek, egymásra, és csak hangosan ismétlek utána. Jó, most. Sokat gyakoroltuk, hogy egymásra nézünk. Téged el nem hagylak. Holtomiglan, holtodiglan. Holtodiglan, holtodiglan. Semmiféle bajban. Semmiféle bajban. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Ahogy láthattátok, hatalmas az ugratnak a srácok. Föl vagyunk a csoportképeken, most másolom föl a laptopra a képeket, hogy tudjunk belőlük nyomtatni. Thank you.
Azt kell mondjam, hogy ez 200. esküvőnek tökéletes volt. Jól éreztük magunkat. Nagyon tetszett ez a vízbeugró sztori, amit nyilván láttatok. És külön kiemelném a filmes csapatot, Babai Istvánt és Schmidt Ferencet. Jó volt velük dolgozni ismét, és idei szezonban őt még láthatjátok mellettünk majd. Nem is olyan sokára. Vikinek és Daninak pedig nagyon sok boldogságot kívánunk. A kreatív fotózásukkal fogunk tovább menni, ami valószínűleg egy külön epizód lesz, úgyhogy ezzel most tőletek erre az adásra elköszönünk. Jó éjszakát, sziasztok! Sziasztok!